Nagy szeretettel köszöntjük a mi magunk nézőit. Régen nem jelentkeztünk, de nem azért, mert tétlenkedtünk volna, vagy mert nem csináltunk volna semmit, esetleg nincs olyan hír, amiről be tudnánk számolni. Vagy börtönbe zártak volna. De mi olyanok vagyunk, hogy mi utólag szeretjük lekommunikálni a dolgokat, nem szeretünk nagyokat mondani, mert nem szeretünk eltúlozni, mi inkább tesszük a mindennapi dolgainkat, küzdünk, és utána számolunk be, akár ilyen több hónapos késéssel. Meg sokszor annak a bűnébe esünk, hogy csak csináljuk, és elfelejtkezünk arról, hogy egyébként erről beszélni is kéne, mert az úgy annyira fontos. És az elmúlt időszakban két olyan eset is volt, illetve két olyan akciónk is, ami közérdeklődésre tarthat számon. De várj, hát ha vannak új nézők, úgyhogy nem feledhetjük el, hogy bemutassuk, hogy itt ja, most is hatalmas szeretettel köszöntünk mindenkit. Igen. Bor Tamás, Kógyi Kis Botond, és Barcsa Turner Gábor. Köszönöm. Két beadványt is tettünk az elmúlt időszakban a hatóságok felé, konkrétan az ügyészség felé. Talán legutóbb 2 vagy 3 ezelőtti adásnál úgy fejeztük be, hogy Dombos Tamás rossz fát húgyozott le a személyünkben, tehát hogy felhívta magára a figyelmet, mert ugye büntető eljárás folyik ellenem, annak ellenére, hogy a rendőrség úgy ítélte meg, hogy nem bűncselekmény, aztán az ügyészség mégis nekik adott igazat, és ez annyira szokatlan volt, hogy elkezdtünk nyomozni, a háttértársaságról van szó, ugye, tehát a háttértársasággal szemben, hogy milyen tevékenységet is fejtenek ki ezek a soros szervezetek Magyarországon, és elég meglepő dolgokat tapasztaltunk. Azért meglepő, mert ugye ez a Fidesz kormányzat alatt ki is plakátolták egész Magyarországot a soros tervről, ne hagyjuk szó nélkül, állítsuk meg Soros Györgyöt, miközben azt látjuk, hogy a soros szervezetek élnek, virulnak, és nem csak egy civil szervezet tevékenységét fejtik ki, mint mondjuk a 64 vármegyi ifjúsági mozgalom, hanem konkrétan törvényhozásba beépültek, a döntéshozásba, vagy akár a rendőrségi állományra is fejtenek ki hatást érzékenyítések által, nem beszélve arról, hogy a fiatalságnak a megrontását is folyamatosan végzik az iskolába, ott is vannak érzékenyítések, számos helyen ez kötelező, például ELTE tanárképzésén kötelező érzékenyítő kurzus akar részt venni, de már középiskolákban is majdnem mindenhol jelen van, sőt általános iskolákban is megjelent, ha nem is hivatalos formájában, de úgy, hogy a túlérzékenyített tanár bebe viszi a témát, és az érzékenyítéseket pedig ugye ezek a soros szervezetek végzik. Na és egy lelkiismereti kötelességének érzi. Igen, hogy utána ezt tovább adja. Ilyenkor ez nem a fizetett ügynök, ez a létszemléleti ügynök. Tehát ezt szoktuk mondani, hogy két típusú ügynök létezik a világon. Van, aki tudatában van annak, mit csinál azért, mert fizetést kap érte, esetleg nem is ért azzal egyet, de neki ez a küldetése. A másikkal pedig elhiteti a lobby tevékenység, ezért óriási módon káros egyébként a lobby tevékenység, amit csinálnak. Elhiteti, hogy ez a jó út, ez a nemes ügy, ezért kell harcolni, és ez egy létszemléleti ügynök. Na de hogy honnan is tudunk dolgokat meg, hogy ez a nyomozás ez mit is jelent? Ugye az áldott liberális rendszernek hála, egyébként ez tényleg egy pozitívum ebben a vonatkozásában. Hát amikor mi használjuk ezeket az eszközöket. Amiben mi tudjuk használni, hogy nyilvánosság van, elég komoly átláthatóság van, és aki veszi a fáradtságot, az le tudja kérni ezeknek a szervezeteknek a pénzügyi beszámolóit, a mérlegeit, rá lehet látni arra, hogy ki finanszírozza, meg arra is, hogy mire költik el, sőt le lehet tölteni ugye különböző nyilatkozataikat is, meg közhasznúsági jelentéseiket is, amiben leírják, ledokumentálják, hogy miért mondják azt ők magukról, hogy közhasznú szervezet, és utána egyébként az állam mi alapján hagyja jóvá. Igen, és egyébként nem is titkol, szervezet. És egyébként nem is titkolják. Nem, tehát az a durva, hogy mondjuk egy háttértársaság nem azt írja be a közhasznú tevékenységnek, hogy kis cicákat mentettek az útszéléről. Hanem hogy küzd a transzneműek tranzit zónáért, tehát ezt igen, ez de először fölhívott ugye, aki vármegyésünk és értehez, mert mondom csak, hogy egész stábot, tehát a vármegye fiataljából, akiknek ez a szakterületek, vagy pénzügyi vonatkozásában, vagy jogi vonatkozásában, tehát fölálltottuk a mi kis kutató elemző intézetünket, ha lehet így fogalmazni, tehát amikor fölhívott ezzel a részlegért felelős bajtársunk, hogy mit talált, hogy azért közhasznú, hogy transzok, tranzitzóna, mondom, mi azt csinál? Hittet, hogy poénkodik. Igen, mondom, meg össze nem értett, hogy mit transzok, tranzitzóna, mondom, mit csinálsz? Tehát arról van szó, hogy azért közhasznú, az a közhasznúsági legitimációjuk, hogy ők küzdenek azért, hogy a transzneműek
nek legyen tranzit zónái. Tehát azoknak a bevándorlóknak, menekülteknek, akik még bent sincsenek, még az EU határán belül sem, még Magyarországon sincsenek, elérik az államhatárt. De transzneműek. De transzneműek, azoknak külön tranzit zónákat létesítsen a rendőrség, honvédség. Csodálatos. Ez egy közhasznú tevékenység, ezt nem én találtam ki, meg kell nézni most, vagy a, van, 10, a, vagy a 17-es, vagy a 18-as, vagy a 19-es háttértársaságnak a közhasznúságról szóló beszámolójában, illetve az éves beszámolónak a közhasznúsági mellékletében. Egyébként durva, hogy ezt már ilyen vicces durva stílusban adjuk elő, hogy beszélünk róla, de amúgy gondoljuk meg bele a hátterébe, hogy ez tragédia. Igen. Ez tragédia tényleg, hogy erről, hogy itt tartunk. És hogy ez nem váltja ki a kormányzat részéről egyébként azt, hogy akkor ég a tenyerük attól, hogy akkor egy hatalmas pofont lekeverjenek nekik, és azt nem, mondják, hogy akkor Soros NGO, akkor az akkor tényleg takarodik. Olyan szinten nem, amúgy, hogy az igazságügyi minisztériumnak egyeztető szerve a háttértársaság is, más egyéb LMBTQ-s, illetve soros szervezetekkel. Konkrétan ilyen emberjogi kérdéseknek vannak munkacsoportjai, azoknak alcsoportjai, és ezek a szervezetek ott ülnek, és egyeztetnek a minisztériummal. Jó, más kérdés, hogy ezt most már a minisztérium mennyire fogadja meg, nem, vagy nem fogadja el, hát de a HVM miért nem egyeztető szerv? Ugyanolyan jogállásunk van, tehát ugyanolyan pontosan civil szervezet vagyunk, mint a háttértársaság. Tőlünk általában elzárkóznak, meg elhatárolódnak, őket meg leültetik. Szakmai konzultációt, kikérni a szakmai mondjuk véleményünket, pedig egyébként azért lenne bőséggel. Ifjúságnevelésről, vagy majd a Facebookra, ugye arról is beszélgetünk, mert azt igencsak durván átérjük. Na igen, és egyébként erre a dologra akartam átterelni a szót, hogy most a transzok tranzitzónái, ez nyilván egy ilyen akkora oltári baromság, hogy ebből nyilván soha nem lesz semmi Magyarországon, remélhetőleg. De komolyan elő van adva. De ott komolyan elő jó, van adva. Egyrészt komolyan elő van adva, tehát ők elhiszik amúgy, de másrészt tudjuk. És az igazságügyi minisztériumnak a egyeztető államtitkára sem mondja azt, hogy na jó, nem rúgja fel az asztalt, hogy ezzel a baromsággal hagyjatok, nekem komoly dolgokkal kére foglalkoznom. Igen. Mert hát van igen, mert ugye probléma ez a háttértársaság is egy ilyen közízlést, vagy ilyen társadalmi konszenzus befolyásoló szervezet, és ugye, ahogy mondtátok, normaként állítja a saját értékrendjét a társadalom elé, és ezért nagyon fontos a mi szerepünk is a társadalomban, ugyanis az, hogy mi lesz a norma, az egy társadalmi box keretében fog lezajlani, és nekünk azt kell kiharcolni, hogy a normalitás. Na de, még... Na és igen, és a gondolatomat végigvéve, hogy ami nem csak ilyen abszurditásokról beszélnek, ami nyilván egy ilyen illúzió baromsága, hanem, mint ahogy egyeztető fél az igazságügyminisztériumnak, ugyanúgy ráhatása van, és nyomást tud gyakorolni, mint kiderült szintén, fogunk erről mindjárt beszélni, a magyar rendőrségre, a magyar ügyészségre, és a bíróságokra. Igen. Még annyit, hogy ebbe a beadványunkba, ugye amit azért adtunk be, hogy ugyan legyen már olyan szíves, és a bíróság, illetve a törvényszék vizsgálja már felül a működését a háttértársaságnak, szerintünk föl is lenne oszlatható, illetve az lenne a minimum, hogy a közhasznúságát megszüntetik. Konkrétan azért, mert például alaptörvény ellenes, ugye mindenki tudja, hogy alkotmányt módosított, illetve pontosan alaptörvényt, amiben beleírták, hogy Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családok, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony, az anya-nő, az apa-férfi. Ugye ezt az utolsó mondaton nagyon szerettek viccelődni egyesek, és a liberálisok is ezen kiakadtak, hogy lehet ilyen beleírni, és erre indították a Család az Család kampányt, ami egyébként alaptörvény ellenes. És rögzítve az alaptörvényből, mi a család, amúgy ha ezzel valaki ellentétes üzenetet fogalmaz meg, akkor az alaptörvény szembe megy. De az a durva... Te akkor föl kéne ellenük lépni, nem? Tehát hát akkor igen. Hát ez az, tehát egyébként vegyük már komolyan magunkat egy állam szemszögéből. Ha van egy alaptörvényünk, az azért alaptörvény, mert minden jogszabály, az összes törvény és rendelet elvileg azon nyugszik. Annak a jogszabályi hangulatán. Igen, vagy, és előtte, de nem úgy ennek volt, egy ilyen de ennek volt előzménye. Csak az a baj, azt látjuk, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen nagy kívül fogott lózunk. Semmi. De ennek volt egy előzménye. Ebből viszont az is következik, hogy ez az állam, ez nem lehet teljesen komolyan venni. Igen, meg az állam sem veszi magát komolyan. Na, de ennek a kampánynak volt egy előzménye, ez az apu plusz apa plusz gyerekek egyenlő család, ahol egyébként ugye köztéri plakátokat helyeztek el. Mi ennek kapcsán is tettünk beadványokat, és minket lepasszoltak.
mondván, hogy ez hát nem rögzíti a törvény, akkor az volt az indoklás, hogy nem rögzíti a törvény, ilyet ki lehet írni bárhova, de most már rögzíti. Tehát akkor most már fel kell lépni. Hát elvileg mi is felléptünk amúgy a magunk eszközeivel, több ilyen plakátot leszettünk, megrongáltunk, metró aluljáróba összefestékeztük, stb. Azután egyébként, hogy törvényileg elhajtottak minket, és most már törvénymódosítottak. Ennek ellenére ugye 2020 karácsonyán RTL klubba berakták társadalmi célú hirdetésként azt a család kampány LMBTQ érzékenyítős videót karácsonykor, tehát elképesztő. Akkor ugye itt utána írtunk a közhasznú jogállásról, hogy itt ide tartozik ez a transznemű menekült kérők elhelyezésére. Se. Vagy beírják egyébként simán azt, hogy ők egyszerűen az LMBTQ embereknek a jogaiért küzdenek, ez is közhasznúság. És most rákanyarodtuk arra. Egyébként mi is, valójában mi is az ő érdekükben hát küzdenék, igen. Valójában, csak mondjuk a mi... És nem palsként használjuk föl igen, őket. Igen. Ha valaki, akkor mi inkább az ő érdekükben cselekszünk egyébként, mert nekik nem az az érdekük, hogy ott topzódjanak benne a bűnös cselekedetükben. Illetve, ugye amikor még lehetett... gyermeket örökbe fogadni egyedülállóként, most is lehet, csak megnehezítették, akkor rengeteg homoszexuális deviáns pár örökbe fogadott gyermekeket, ugye azt mondják, hogy hát mennyivel jobb egy gyermeknek, hogy egy szerető családban nő fel, mint az, hogy egy intézményben, ezért miért ne fogadhatnának örökbe homoszexuálisok is gyermekeket. Hiszen kimentik, kiemelik onnan az állami intézetből, ami ez az ő érvelésük. Tényleg tudjuk, hogy ez az ő érvelésük. Mi ugye erre azt mondjuk, hogy legfeljebb csak a testi, tehát az anyagi szükségleteket tudják biztosítani, meg egy nagyon alacsony szintű lelki, tehát ezt a szeretetet. Ez egy majom szeretetnek tekinthető, de az igazi szeretet az, hogy én azt szeretném, hogy utána egy teljes értékű ember legyen, és mondjuk szellemi szinten is olyan szinten álljon, mint a legtöbb normális ember, mert ez a normalitás. És én nehezen tudom azt elképzelni, hogy ilyen közegben nő fel, hogy utána normális családja lesz. Meg az, hogy vannak, ismerjük a... Vannak kutatások, tehát hogy miért mennyivel gyakrabban fordulnak elő pszichés problémák olyan gyermekek esetében, akiknek így alakult a sorsa, hogy mondjuk azonos nemű szülei voltak, vagy valami ilyesmi. Persze. Igazából ez tudományosan is meg van alapozva. De várjál, de érted? Tehát nem csak az, hogy azonos nemű volt, hanem pszichológusoknak a tömegeihez járnak embertömegek, mondjuk azért, hogy fel tudják dolgozni azt, hogy elváltak a szülei. Így van, és mondjuk apa nélkül kellett felnőnie, vagy csak ritke két hetente látta az apját, még ilyesmi. Tehát hogyha ennyire sérülékeny ez a dolog, hogyha egy házasság, egy anya-apa kapcsolat felborult ebben, akkor már ez hatalmas lelki defektusokat tud okozni, nem hogyha gyökereitől fogva bele van kódolva az üzenet, és vagy bele van kódolva a defektus, és közben meg a gyerekeknek a jogait próbálják itt maguk elé tolni, és akkor aljas, kétszínű, hitvány, semmire kellő módon erre hivatkoznak, hogy a gyerekek érdeke ez, és azért azt emeljük ki, meg ezt el szoktuk mondani, hogy ismerjük ennek a lobbinak a tevékenységét már régebbre visszamenőleg, tehát nem tegnap előtt ismertük meg őket. Lehet. Ez egy folyamat. Nem ez nekik a végcéljuk, hogy az intézet is szerencsétlen cigány gyerekeket magukhoz tudják örökbe fogadni. Ez csak a legelső lépcsőfok. Mert most le... Mert most még csak azzal tudnak élni, de ha ez elfogadásra kerül, utána már nyilvánvalóan nem er. Onnantól ez az lesz a következő, hogy gyakorlatilag már elsőbséget él, vagy az a vége, hogy elsőbséget élvezzenek minden örökbefogadó szülő között is, hiszen ők az elfogadók. Jogi képzésként beírják a közhasznúsági beszámolóba, hogy ők jogi képzést nyújtanak örökbefogadásokról, hogyan kell örökbefogadni, és az akkor hatályos törvényeket hogyan kell kijátszani. Tehát, hogy ő egyedülállóként tünteti fel magát, és akkor így hogyan juthat gyermekhez. Ez is benne volt. Mert egyébként, csak visszakanyarod, még egy mondat jutott eszembe az előzőhöz, hogy múltkor is interjút adtunk, és akkor ott az interjúvolónk az rögtön a fejünkhöz vágta, hogy nem. Ilyet ők soha nem mondanak. Ők nem állítják, ők csak annyit kérnek, ami le van írva, hogy hadd fogadják örökbe, ha az intézményekből hadd mentsék ki ezeket. Igen, mindig csak azt mondja, mindig csak annyit kérünk, ami le van írva, meg egy kicsit bővítjük a tologatjuk. De bocsánat, a bolsevizmus se írta le azt, hogy én meg akarok ölni 150 millió embert. Ja, hát aztán igen, mégis igen, az lett a vége. Tehát ne nézzük már hülyének egymást, főleg ne azokat, akik mondjuk képesek a folyamatokat átlátni, meg régóta követik, nagyon jól tudjuk, hogy mire megy ki a dolog, és mi lesz majd ennek a vége. Meg arra nem beszélve egyébként csak egy picit ki kell nyitni a szemünket, és mondjuk nyugati határon túlra nézni, és meg kell nézni, hogy ott mik vannak. Na, és hogy miért közhasznú még rendőrök képzése, tehát ezek a rendőrök érzékenyítése, a rendőri állomány érzékenyítése,
kihagyja jóvá az adott rendőrkapitány, vagy tud erről a belügyminisztérium? Ugye kormány alá tartozik valamilyen szinte, tehát ilyenkor mi van? Soros szervezetekkel szemben harcolunk, vagy nem? És eljárásbeli protokoll. Rendőrök, bírók és ügyészek részére. Ezt ők így leírják. Igen, leírják, és nem, mi kíváncsiak voltunk arra, hogy most olyan arról van ez szó, hogy ők megírták, és a fiókba elrakták, mert próbálták be, de alkalmazzák, vagy esetleg ezt alkalmazzák is valahol. Mert ugye az is lehet, hogy a HVM kidolgoz egy bírói protokollt, rendőrségi protokollt, ügyészi protokollt. Még akár az is lehet, hogy ösztönöttől bombázok az ügyészséget, ezt küldjük nekik, hogy gyerünk, és gyerekek, itt van, és ezen lesz, alapján mi lesz ebből, ha mi beadjuk? Valószínűleg nagy semmi, persze. Nulla. Na, ők viszont befogadták, az ő protokolljukat befogadták, és ezt onnan tudjuk, hogy van ugye közérdekű adatkikérés, amit egyébként a liberálisok előszeretettel használnak, egyik kedvenc fegyverük, és te, Boti, ugye, aki beadtad székesfehérvári ügyészségre nyújtottuk be, vagy én, mert ugye a Székesfehér ügyészség az, amelyik a te ügyedet tárgyalja. Az LMBTQ zászló égetésből csináltak ugye büntetőeljárást. Égetés szándékából csináltak egyébként micsodát végül is? Kisebbségvel, vagy közösségtagi elleni erőszakot. Megvalósult formája. Úgyhogy a közösség tagja az jelen se volt. Igen, meg több sebből vérzi, de ezt már ugye kivesztettük akkor. Igen, hogy kattintsatok vissza, majd a Tamás belinkeli a videó leírása az előző részt. Ugye belinkelett. De pont emiatt a Székesfehérvári ügyészségnek nyújtottam be közérdekű adatkikérést, meglepő gyorsasággal válaszoltak is rá, és nagyon akkurátus választ adtak, és leírták abban, hogy tulajdonképpen befogadták, tehát a legfőbb ügyészséghez érkezett a háttértársaság és egyéb szervezetek részéről, akik egyébként létrehoztak, gründoltak egy úgynevezett gyűlöletbűncselekmények elleni munkacsoportot. Ezt kb. Úgy kell elképzelni, mint hogyha mi a Vármegye, meg a Betyársereg, meg a nem tudom még kicsodák, meg az XY Horgász Egyesület, azt mondjuk magunkról, hogy mi csináltunk egy ilyen munkacsoportot. Hát lehet, hogy meg kéne csinálnunk akkor ezt, és akkor... És akkor annak a nevében is. Hogy csokolom, mi a rendőröket szeretnénk érzékenyíteni. Ennek a munkacsoportnak a nevében. A Mura utcában lévő bűnözők meg a gettókban. Ugye az a Mura utca ugye a Székesfehérvári gettó, a cigányok által lakott utca. Tehát ez záruljál. Igen. Szóval a gyűlöletbűncselekmények elleni munkacsoport, rá is lehet keresni az interneten, akik egy olyan protokoll dolgoztak ki, hogy a gyűlöletbűncselekmények esetében, amik egyébként ugye ez gyakorlatilag a közösség tagja elleni erőszaknak egy ilyen szinonimája, ezeknél az eseteknél egy előítélet indikátort vizsgáljon mindig az ügyészség, ami azt jelenti, ezt leírják pontosan, hogy olyan indikátor, tehát olyan, egy lista alapján vegye végig az ügyészség, hogy az adott illető, aki ellen a nyomozás folyik, ott kipipálható-e valamelyik ilyen indikátor. Például, hogyan öltözködik? Na most. Öltözködés. Tehát, milyen rendezvényekre jár? Ilyen torstejnél van rajtad, és valaki melyik szájon vesz az utcán, el? Akkor... Igen. Melyik ünnep és az ünnepekről? Csak kielked érdebe, hogy Jom Kipur, Hanuka, Ramadán meg. Milyen ruházatot hoz, ugye? Nincs. Tehát érted? Ilyen alapon egyébként, ha már jogegyenlőség meg liberalizmus, amikor szenteste az RTL Klub nyomatja a háttértársaságnak a család az család kampányát, akkor az ünnep előített indikátora alapján ez egy gyűlöletbűncselekménynek hát, minősíthető lenne. Illetve, de nem is csak ami, hanem a volt is egy hanem az előítélet mentesítésben. De volt egy ügy, a Sajó Bábonyi ügy, amikor gárdistákra támadtak cigányok, és konkrétan öld meg a magyart, meg a botjaikat még feliratozták. Így van, igen. Halál a magyarok, stb. És megtámadták a ott lévő gárdisták autóját, meg a gárdistákat is, vagy feltételezett gárdistákat, tök mindegy. Na ebből kioszták, hogy ez is egy közösség tagja elleni erőszak. Na és ugyanezek a szervezetek mit csináltak? Elkezdtek tiltakozni, hogy hát hello! Hát mi ezeket a paragrafusnak... Igen, nem azért hoztuk létre, hogy a többségi társadalmat védjük. Így van. Tehát akkor most van a jogegyenlőség, vagy az elveikről. Tehát akkor most ők hangsúlyozzák mindig a jogegyenlőséget, a demokráciát, meg ezeket, de hát úgy néz ki, hogy akkor ilyenkor nincs. Na és akkor visszatérve csak soroljunk föl néhányat, milyen ruhát hord? Ott sem a keresztény gyűlölő, keresztény ellenes lózunk feliratok, meg ezek számít. Nem az antifa ruházat, vagy hanem kihord kárpátia pólót,
ilyen-olyan nemzeti zenekarnak mely a szervezetnek a tagja, mely szervezetek honlapja. Na, mely szervezetek vannak felsorolva? Milyen? Vajon? Milyen szervezetnek bűn a tagja lenni ebben a kategóriában? Nem a háttértársaságnak, meg nem a Momentumnak. A nemzeti szervezetek annak felsorolva gyakorlatilag. Vagy olvas-e Kuruc Infót, Szent Korona Rádiót? Ezeket nem szabad akkor. Ezek nem, mert akkor már gyűlöletkeltő vagy. Tehát elképesztő. Tehát olyan az egész, az egész tevékenységük, hogy ellenünk irányul. Tehát, hogyha mondjuk egy közlekedési ügyben, én mondjuk pont egy vármegyés pólóban vagyok, és megvédem magamat, akkor az igen. Én tettem, az gyűlölet alapú lesz ezek igen, szerint. Igen, ez ide hat, meg ez célozza, hogy másodrendű állampolgárként legyenek kezelve azok, akiknek valamilyen nemzeti vagy jobb oldali elkötelezettség. Na most behoztam néhányat, csak hogy akkor tényleg nehogy azt mondják, hogy a levegőbe beszélünk, gyűlöletellen.hu, és ott van egy különfüle annak, hogy előítélt indikátorok. Bocsánat, szervezet, ja, és ugye ezt kértük ki közérdekű adatban, az történt, hogy ez a munkacsoport jelezte a legfőbb ügyészségnek, hogy ez nincs kellően kibontva, nincs pontosítva. Egy-két évig nem történt semmi, jelezték újra, majd jó, elküldték ezt, és utána ezt a gyűlöletítélet indikátort, vagy előítélet indikátort leküldték az összes ügyészségre, tehát országos erejűre, vagy érvényűre emelték a háttértársaság által kidolgozott szakmai protokollt. Ami annyira szakmai protokoll, ezek szerepelnek benne. Szervezet, gyűlöletcsoportok részvétele. Van-e ilyen, ezt vizsgálni kell. A cselekmény elkövetésében olykor szervezett gyűlöletcsoport, például Betyársereg, 64 vármegyei ifjúsági mozgalom, zárója bezárva. Ez a kettő az, amelyik szerintük a tehát akkor várjunk, ez azt jelenti, hogy már most, aki tagja ezeknek a szervezeteknek, az már most tulajdonképpen hátrányból indul pontosan, bármilyen jogi pontosan. Eljárásba. Azért, mert az előítélt indikátornál ott fölvillan a piros lámpanál. Mert a magyar kormány, ami ugye egy nemzeti kormány lenne, igen, és az a soros szervezetek az elfogadta ezt a fajta megkülönböztetést. Na várjál, zseniális itt a folytatódik. Erre utalhat az elkövető megjelenése, például ruházat, hajviselet, tetoválások viselkedése, például sajátos üdvözlési formák, jelmondatok, a csoport helyszínen megjelenő szimbólumai. Elképzelhető, hogy a cselekményt a csoport készíti elő, például toborzás internetes oldalon, vagy azt utólag magára vállalja. Mi van? Mindegy, ez a szakmai anyag, amiből dolgoznia kell ügyészeknek, bíróknak. Elképesztő. És ez az az ország, ugye Magyarország, amit tőlünk nyugatabbra nemzeti barátaink azt mondják, hogy ez egy igazi jó szélső jobboldali diktatúra, hiszen itt a szélső jobboldali Orbán Viktor a diktátor. De mindezt úgy, hogy ugyanabban az évben, mert azt hiszem ez 18-as vagy 19-es valahogy lényegtelen, kiplakátolják a Soros gyurkáról, meg hogy állítsuk meg a Soros szerzeteket, tehát ami jó, elképesztő. De egyébként most jó hiszeműen álljunk a dologhoz, mi nem is akarunk a kormány meg a Fidesz ellen beszélni, mert tételezzük fel azt jó hiszeműen, hogy ezek a szervezetek, ezek kiátszák a kormányi szándékot, és az ügyészség is nem ismerve a felette álló magasabb jogalkotói szándékot és kormány szándékot. Ők sajnos az ügyészségben úgy látszik, hogy régi beidegződések dolgoznak, és azok beemelték, persze, bevették. Már én is visszaesem, szerintem kiestem a szerepemből. Te vagy a hivatalos. Hát az ügyészség meg a kormány az nem egy, nem ugyanaz, így van. Hogy gondoltátok, hogy az egy cég? Hát az nem egy cég. Eddig csak a bírókra mondták azt, hogy azokat meg kell regulálni, de úgy tűnik, hogy az ügyészség is bajok vannak. Na, és a beadványunk következő pontja az volt, hogy külföldről támogatott szervezet. Ugye erről van egy törvény, külföldi támogatott szervezetekről. 2017 óta, igaz? Igen. Azt ez konkrétan gyakorlatilag ugye ez volt a stop Soros törvény. Igen. Hatalmas botrányt kavart. Ez a törvény egyébként nagyon komolyan kivesézi, tehát úgy vezeti föl, hogy mekkora probléma lehet, tehát nemzetbiztonsági probléma lehet abból, hogyha megjelennek olyan nem kormányzati szereplők, amiket kívülről finanszíroznak, mert ez lehetőséget teremt a külföldi beavatkozásnak a kormány, vagy az adott országnak ugye a belügyébe. Jó. És ez egy tök jó kezdeményezés, viszont ahogy elolvasod ezt a bevezetőt, azt gondolnád, hogy hát ez egy akkora probléma, hogy itt aki külföldről finanszírozott, támogatott szervezetnek minősül,
Azt minimum elkergetik. Minimum elkergetik, a tagjait börtönbe csukják, stb. Jó, de ne legyünk ennyire diktatúrában élők, feloszlatják. Ja, vagy, jó, Európai Unióról beszélünk, megszakítja vele a kormány a kapcsolatot, vagy a hivatalos együttműködéseket elvágják, mint látjuk, nem ez történik. Nem, mit ír elő a törvény? Mit ír elő? Hogy bizonyos összeghatár fölött fel kell tüntetni mindenhol, a honlapjukon, minden csatornáikon, egyébként sajtótermékeiken, tehát mindenhol, még egy szórólapon is, az, hogy külföldről támogatott szervezetnek minősül az adott szervezet. Nagyon. Tehát ez egy nagyon hatásos, nem? Tehát oda kell írni. Igen, tehát oda kell írni egy nagy szórólap aljára, hogy külföldről támogatott szervezetnek minősül. El kell sütni egy billogot. Ennyi. Innentől nyugodtan lehet a nyugati befolyást erősíteni, vagy egy harmadik országbeli befolyás, vagy egy teljesen külső erőt képviselni. Ennyi, hogy ezt ki kell írni. Igen. Na és mit csinálnak ezek a soros szervezetek? Kiírják? Természetesen ezt se tartják be. Ezt se tartják be, 17 óta ezzel a kutya nem foglalkozott, nem a stop soros, nem tudom ki szövegezte, nem néztem meg a országgyűlés.hu-n a törvénybeadványnál, nem tudom, hogy ki adta be, ki nyújtotta be, tök mindegy, nyilván a kormány adta be, azt szavazta meg. Nem nézte meg senki, hogy ennek mi lett a következménye, ebből is látjuk, hogy ugyanaz a retorika, csak a duma, beadták ezt, bedobtak egy gumicsontot, majd magukra azt tudják mondani, hogy na, mi megállítottuk a soros szervezeteket, lónak a faszát, ugyanis egyik szervezet sem tartja be. Egyik sem. Megnéztük, a háttértársaság annyit csinált, hogy szervezeteink támogatás, vagy egy ilyen dupla almenüben a támogatásnál legalulra kiírja, hogy szervezetünk a 2016. évi blablabla törvény szerint külföldről támogatott szervezetnek minősül. Tehát ennyi. Egyetlen helyen feltüntették. Ennyi, ugye egyetlen egy helyen. A szabályi szövegezésének értelmében nem ez lenne. Hanem mindenhol. Még gyakorlatilag, hogyha egy Facebook posztot kitesznek. Sőt, mondjuk, hogyha az RTL klubnak néztük volna a társadalmi célú hirdetését, egyfolytában egy vízjelként ott kellett volna lenni, hogy ez a reklám egy külföldről támogatott szervezet reklámja. Mert ezt írja elő a törvény. Jogállam, ugye? Jogállam van. Jogállam van. Ez nem történt meg. Mi ezt szépen jeleztük, különböző képernyőmentéseket elküldtünk az ügyészség felé, mert azt írja elő a törvény, nagyon szigorú a törvény, itt már a vészkorszak jön, azt írja elő a törvény, hogyha nem tartják be, és ha az ügyészség tudomására jut, hogy nem tartják be, akkor az ügyészség intézkedik, hogy tartsák be. Ha többször előfordul, akkor egyéb szankciók. Semmi konkrétan, vagy pénzbírság, vagy feloszlatják. 25 botütés. Semmi ilyen nincsen, úgyhogy nonsense az a törvény is. És ha már megnéztük, hogy a háttértársaság hogy tartja be, vagy hogy nem tartja be ugye ezt a törvényt, akkor megnéztük a többi szervezetnél is. A TASZ-nál, a Helsinki Bizottságnál, és összes többinél, hogy... Amnesty International. Igen, hogy néz ki. Szivárványmisszió, patent, jogvédő, Transvanilla, transznemű egyesület. Ezek fontos. Mindegyike külföldről támogatott szervezetnek minősül. Ez egy külön beadvány, ezt is ugye közzétettük a hvm.hu-n, elküldtük ugye a Szent Korona Rádióra, ott is lejött. Egyébként ugye azt, hogy külföldről finanszírozott, azt nem onnan tudjuk, hogy ők ugye ezt elmondták magukról. Nagyon egyszerű a jogszabály szövegezés az, hogyha 9 millió forintnál éves szinten több pénzt kapnak külföldre, akkor annak minősül. És ugye nyilvánosak ugye a pénzügyi beszámolók. Tehát ez megint csak az, hogy venni kell a fáradtságot, amit mi vettünk, ráállítottuk a kutatóinkat. Letöltötték szépen a pénzügyi beszámolókat. Tehát a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a Szivárványmisszió Alapítvány, a Patent, azt tudjátok miért? Patriarhátust Ellenzők Társasága, a Jogvédő Egyesület. Tudtam. Ez egy feminista, azt mondjuk amúgy. Aki egyébként gyermekmolesztálás, gyermekbántalmazás egyéb területeken több iskolában is érzékenyít, illetve bemegy és tart kurzust, és nem is az LMBT, hivatalosan nem az LMBTQ, de az, csak hogy nem úgy megy be. Persze. Hanem teljesen más témába, és akkor nyilván ott érzékenyít. És a Transvanilla transznemű egyesület 19-es évi beszámolóját néztük át, és ez alapján írtuk meg a beadványunkat, hogy ők ugyan nem tartják be. Egyébként van olyan szervezet, nézzétek majd meg a cikkben, amelyik több 100 millió forintos külföldi támogatást kapta. Nem éppen csak, hogy mondom, a 9 milliót mondom. Fölül érték. Tehát van olyan, a Társaság a Szabadságjogokért, TASZ, igen, összesen több mint 230 millió forint. Az csak a külföldi finanszírozás. Igen. Ennyi, tehát
elég durva. Egyébként ezek tehát nagyon, nem nagyon sok olyan van... 9,5 millió forint, igen. Meg 10 millió. Persze, persze. Nagyon sok olyan van így a pénzügyi beszámolók alapján, hogy mondjuk az Európai Bizottságtól. Tehát oda pályáznak és külön onnan kapnak pénzt. Igen, tehát, de akkor, az... Akkor, ne, 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 jó, csak azt akarom az mondani, hogy... Az nem számít hogy, bele, hogy, azon felül. Ja, ja, hogy ráadásul. De hogy akkor már itt még egy olyan dolog, amiben komolyan vehetnénk magunkat Magyarország, hogyha már folyatosan brüsszelezünk, meg az Európai Unió ellen szabadságharcot vívunk, akkor konkrétan az Európai Unió is, meg az Európai Bizottság, az is hatalmas pénzekkel szól bele. Igen, viszont ez törvényileg azért nehéz ugye szabályozni, hogyha az EU-tól kapsz pénzt, mert akkor ennek nyomán bármilyen szervezet, vagy bármilyen, akár egy KFT, hogyha pályáz, ugye egy EU-s pályázat, akkor külföldről van finanszírozva, ezért beleírták a törvénybe, hogy kivéve EU-s költségvetési szerv. De igen, így van. Így tehát van, igen. De ezek az összegek érdekes, de a civil anélkül. Szervezetek, meg az ilyen gazdasági, az azért az más, más jogi kategória, tehát, persze, igen. De elvileg civil szervezetként is pályázhatsz bármire. Persze, meg ezért... vannak olyan közvetlen EU-s források, amire igen. Lehet pályázni. De, maga, de maguk ezek a támogatások, amiket megnéztünk, mi ezt már belekalkuláltuk. Mm. És nagyon sok olyan szervezet volt, 200-nyi egyébként ilyen soros szervezetekhez köthető, ami ilyen határon volt. Tehát úgy néztük meg, hogy volt ilyen 9 millió, 10 millió, 11-2 millió, és ott volt olyan, hogy valami EU-s pénz is volt benne, és inkább azt hagytuk, azt bele se raktuk, úgy voltunk, hogy nem érdekes, csak amilyen nagyon durván magas, meg ahol megjelent ugye a Nyílt Társadalom alapítványa, egyértelmű soros gyurkák az alapítványa, ezeket írtuk csak bele. Tehát mert hogy egyébként amúgy azt is mondjuk el amúgy, hogy például az nem a Fidesznek a kitalációja, hogy soros szervezetek, meg soros... Hát mi már ezt mondjon már! Mert ezt csomóan úgy kezelik egyébként, hogy ja, ez akkor ez egy hülyeség. Persze, azért, mert a Fidesz van. Propagandában ez megjelent. Tehát ez nem igaz, meg, ezt mondják meg ilyen egybites igen. Formában jelent meg. Igen. Mert nem tudtak csinálni egy soros perpolthút, ahol elmagyarázzák, hogy ez mi. Amit a kormány hangsúlyozott, persze túltolta, de az konkrétan igaz. Tehát a Soros beavatkozni akar, a Soros Györgynek alapítványa van, ott van a Nyílt Társadalom alapítványa, meg lehet nézni, és ezek büszkén feltüntetik egy csomó szervezet a honlapjukon, hogy ezt támogatja. Igen, ezek a 100 onnan, jön, onnan jönnek. Lehet, ez onnan jön, ja. Na igen ám, mert ugye itt a legnagyobb probléma, hogy úgy sorosozott mindenki, a fideszesek leginkább, hogy amikor oda ment elé, és megkérdezte valaki, és elmondta, mi az a Soros terv? Hát fönn van az interneten, ja, hát azt ment tovább. Igen, és nem igen, mondta volna azt, hogy eltörölnék mondjuk a nemzetállamokat és a nyílt társadalmat hirdetik, ennyit sem mondott szinte egyik se. Meg nem érkeztek be egy soros terv.hu. Egy 45 perces frakcióképzésen ki lehetett volna okítani őket arról egy média szakember, egy kommunikációs vezetőnek a Fideszen körülbelül. Belül, hogy mit kell tudni, mit kell elmondani, hogyha soros terv. Mert hát tényleg... jó, csak lehet, hogy arra már azt mondták, hogy azt a nép egyszerű fia azt már nem látná át, hogyha túl... Meg akarják semmisíteni az országokat. Ennyi kellett volna mondani, hogy leegyszerűsítve nemzetállamokat. És hogyha meg egy interjúban van, akkor meg 5 mondatban elmondani. Na, igen. Nem bonyolult. Tehát ezt a két beadványt beadtuk. Most várjuk nagyon a független ügyészségnek a valamelyikről már van visszajelzés, hogy foglalkoznak vele, illetve átrakták erre a törvényszékre, amarra a törvényszékre, tehát várjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Félek attól, hogy ez is politikai döntés lesz, tehát hogy mi lesz a sorsa. Ami viszont nagyon érdekes, hogy úgy írtuk meg ezt a két beadványt és a hozzá csatolt közleményeket, hogy szándékosan nem ahogy most kormány kritikus éllel, meg Fidesz kritikus éllel, tényleg a közleményben sem tértünk ki arra, hogy mennyire kettős beszédet játszik a kormány, hanem csak a soros szervezetekre koncentráltunk. És hány helyen hozták le? Egy helyen. Valahogy a Szent Korona Rádió megtalálták ezt az anyagunkat, és onnan több hét után átvették, de amúgy a fősodratú média meg úgy unblock hallgatott erre az egészről, sőt még a bal oldalon se verte ki a biztosítékot, hogy mit képzelünk magunkról, hallgatnak, lapítanak, úgyhogy az ügyészségnél, illetve a hatóságoknál pattog a labda. Meglátjuk, mert hogyha hoznának a jogszabályoknak megfelelő döntéseket, tehát mondjuk például elmarasztaló döntéseket ezen soros szervezetek ellen, hiszen nem tartják be a magyarországi hatályos jogszabályokat, akkor talán reméljük, hogy akkor jobban a média keresztüzébe kerül ez a dolog, hiszen azért az talán remélhetőleg fájni fog nekik. Szerintem reméljük. Ennyi fér bele ebbe az adásunkba. További szép jó napot kívánunk. Fel a győzelemre!